Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az apostoli köszöntéssel köszöntöm a kedves jelenlévőket, kedves testvéreket ezen a mai ünnepen, és az apostoli köszöntésen túl még egy szép és biztató Zsoltár részletet hadd olvassak fel, a 100. Zsoltár egy mondata. Jó az Úr, örökké tartozó kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. A Tolna megyei Balassa kórház éves ünnepén gyűltünk össze ezen az ökumenikus istentiszteleten. Ezen az istentiszteleten a város lelkészei közül a metodista lelkész szolgál igehirdetéssel Gyurkó Dunát és Sevcsik Zoltán az evangélikus lelkész, valamint a római katolikus testvérünk Hán Ádámné, aki az önkéntes szolgálatot végez kórházunkban. Bodó Ágnes kántor kíséri az énekeket. Isten tiszteleti alkalmunk elején leülve énekeljük el az első éneket, itt az Isten köztünk. Hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat! Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra, ha a bűnöket számon tartod. Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen.
Kedves testvérek, a mai nap evangéliumát szeretném olvasni, egy történetet. Lukács áldott görög orvos jegyezte le számunkra Isten lelkével ihletve. Megírva találjuk az ő evangéliumában az 5. fejezet 17. versétől a következőképpen. Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt: ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az írás tudók és a farizeusok tanakodni kezdtek. Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus pedig ismerve gondolataikat megkérdezte tőlük: miről tanakodtok szívetekben? Melyik a könnyebb, azt mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent. Megteltek félelemmel, és ezt mondták: csodálatos dolgokat láttunk ma. Ez Istenek igéje. Ámen. Szeretettel köszöntök minden egybegyűltet, a kórházi dolgozókat, orvosokat. Isten áldását kívánom az életünkre. Egy rövid imádsággal hadd kezdjem el. Drága Úr Jézus, te vagy az orvosok orvosa. Hadd tudjunk most egy kicsit tanulni tőled. Segíts nekünk, hogy a szívünk nyitott legyen most. És te dicsőítsd meg magadat, ahogy a szívünk kinyílik, ahogy be tudunk fogadni téged. Hadd váljon valósággá az, ami már 2000 éve megtörtént itt ezen a földön, és azóta is folyamatosan, hogy te itt vagy közöttünk, közöttünk laksz, mindenható Isten vagy. Amen. Nem tudom, meglepe benneteket, hogy nem telik meg ez a kápolna. Olyan kevesen vagyunk egy ilyen nagy kórháznak az Isten tiszteletén. Ez azért van, mert azt gondolom, hogy a mai modern társadalmunkban az emberek úgy gondolják, hogy a vallásnak nem sok gyakorlati haszna van. Az elmúlt héten egy kedves idős néni osztotta meg velem a nagymamája történetét. Hadd mondjam el ezt nektek. Az első világháborúban vesztette el a nagymama a férjét, és egyedül maradt 11 gyermekével. A nagyszülők meghaltak a spanyol nátha járványban, és teljesen egyedül maradt a 11 gyermekkel. És hogyha ez még nem lett volna elég, búskomorságba esett, depresszióba. És annyira, hogy az élethez nem volt már kedve, felállni se tudott már, a gyerekek egyedül voltak, és az orvos, amikor meglátogatta, egy dolgot mondott neki, azt mondja: Rozi, van itthon ima könyvetek? Ja, van. Tudom, Rozi, hogy te szoktál énekelni, fiatal korodban. Arra kérlek, hogy bármit csinálsz, a napodat azzal kezd, hogy énekelsz. És énekelj, bármit csinálsz, csak énekelj, énekelj. Azt mondja nekem ez a néni: így emlékszek a nagymamámra. Hogyha a tésztát dagasztotta, énekelt. Ha kapált, énekelt. Hogyha ment éppen vásárolni, énekelt. Dúdolgatott. És ez segítette őt keresztül ezen a szörnyűségen. 11 gyermekét nevelte föl egyedül. Az éneklés, az Isten dicsőítése kiemelte, meggyógyította.
Ismerjük ezt a gyakorlati hasznát az Isten közelségének? Édesanyám mondja mindig, hogy nagyon szégyeli magát, mert most jött rá idős korába, hogyha a napját énekléssel kezdi, hogy Isten dicsőíti, csak egy éneket elénekel, egészen máshogy áll édesapámhoz. Házasságra is hatással van. És lehet, hogy nem tud valaki szépen énekelni. Azt mondjátok, hogy mi nem tudunk énekelni. Vagy Kodály Zoltán után tudjuk, hogy magyarnak a magyar népnek az éneklés nemzetének kéne lennie, de hát mégse vagyunk azok. Azt tapasztaljuk, már a himnuszt se tudja énekelni a gyerek. De tudunk-e Istennek énekelni, és tudunk-e Istennek zengeni dicséretet? Mert hogy miről szóltak ezek a dolgok? Ez nem csak az éneklésről szól. Ami ezt a nénit felsegítette, és ami bennünket felsegít, ami bennünket meg tud határozni, az az, hogyha az igazságot énekeljük az Istenről. És a mindegyik gyülekezetnek, mindegyik felekezetnek az énekei tele vannak azzal, hogy az Isten hatalmas, hogy az Isten meg tud gyógyítani, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket, hogy Isten gyakorlati módon szeret bennünket, hogy részese a mindennapjainknak. Ezzel vannak tele ezek az énekek. Csoda, hogyha ennek a bizalomnak ez a lelkülete felállította, talpra állította ezt a depressziós asszonyt. A gyülekezetünkben van egy asszony, hogy egy mostani példát is mondjak, mert a végén még azt tetszenek mondani, hogy ez ma nem működik. 3 éve a pszichiátrián volt itt a Balassa János kórházban, úgy látogattam meg, úrvacsorát adni neki, és ő is azt mondja, hogy a pszichiátrián világossá vált számára, hogy ő rajta senki nem tud segíteni. Nem működtek a gyógyszerek, a depresszióba egyre mélyebbre süllyedt, és végül azt mondta, hogy ő rajta, ha valaki, akkor csak az Isten tud segíteni, és csak a Biblia tud segíteni. Haza kéreckedett a kórházból, és kinyitotta a Bibliáját. És elolvasta azt a jól ismert igét: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És ez az egy mondat teljes szívével ráállt, és teljes szívével elkezdett megbízni abban, hogy az Úr Jézus érte jött erre a földre. Most a bibliaórákat ő vezeti a gyülekezetünkben, minden reggelét énekléssel kezdi. Van egy kis diktafonja, felvet rá énekeket, amit éneklünk a gyülekezetben. Hétköznapi csodák. Mennyi történetet lehetne mondani, hogy az imádság, az éneklés a szívünket változtatja meg, az életünket változtatja meg. Ha Isten dicsérni tudjuk, hogyha őróla szól az életünk, akkor egészen más, ami történik az életünkben. Csak egy jól ismert éneket hadd idézzek. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Benned van irgalom, aztán így folytatja: az élet száz veszély, én lelkem mégse fél, míg ő hord karjain, hű mesterem. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő velem, töröld le könnyedet, Jézus szeret. Sokszor énekeljük ezeket a dalokat. Vallásos emberek is. Úgyhogy a szívünk teljes bizalmával nem tudunk ráállni. Vajon kész vagy-e arra, hogy végre elhidd azt, amit énekelsz? Vajon képesek vagyunk-e arra, mi lelkészek, hogy végre teljes bizalommal rájunk arra, amit hirdetünk? És higgyünk az Istennek a szeretetében, amely lehajolt ehhez a világhoz. Mert az Úr Jézus ma is ugyanaz. Ugyanaz a gyógyító, aki ebben a történetben meggyógyította a bénát, de ami legfontosabb, aki meg tudja bocsájtani a bűneinket. Aki feloldozást tud hozni az életünk problémáira. Gondolkoztam ezen a 4 baráton, akik odavitték Jézushoz ezt az embert. És azt is gondoltam, hogy lehetne ezt a 4 barátot úgy hívni, hogy kisegítő személyzet,
ápoló, orvos, mentős. Talán ezzel lefettem mondjuk négy fontos területét a kórháznak. És tudjátok, hogy ez nem a hierarchikus sorrend, nem is egy fordított hierarchikus sorrend, hanem ez olyan, mint egy négyszög. A négy barátnak is négy oldalról kellett fogni ezt a bénát, hogy le tudják ereszteni Jézus elé. És ugyanígy tudjátok, hogy ha ebből a négyből az egyik már nem működik, akkor nagy problémák kezdenek lenni. És ugyanígy ez a négy ember bizalommal vitte Jézushoz az embereket. Vajon van-e bennünk ma bizalom, hogy ne csak a gyógyításnak az eszközeivel, a modern orvoslásnak az eszközeivel, hanem Isten iránti bizalommal tudjuk tenni a dolgunkat. Egy imádság, egy ének sok mindent megváltoztat. Sose felejtem el, hogy voltam bent egy haldokló kollégámnál, most már mondhatom, hogy kollégám, akkor még nem volt a kollégám, mert én nem voltam lelkész. A rák teljesen legyengítette a szervezetét, csont és bőr volt, és az volt a borzasztóan meghökkentő számomra, hogy ez az ember tele volt hálaadással. Jól mentem hozzá, megfogta a kezemet, azt mondta, hogy hálás vagyok a fiatalokért. Hálás vagyok az új generációért. Istenem, hálás vagyok neked. Hogy lehet valaki hálás végstádiumú rákosként az elfekvő intézetben? Úgy, hogy a bizalma Istenhez kötötte. Tetszenek ismerni ezt a bizalmat? Ismerjük mi ezt a bizalmat? Ez valami hihetetlenül erős. És emlékszem, hogy mondta, hogy melyik éneket énekeljük. Volt egy éneke, és ezt az éneket kellett énekelni ott a halálos ágyánál. És az igazán meglepő az volt, amilyen hatással ez a két korterem társára volt ez az ének. Ők is mind már az utolsó lépéseket tették az életükben. Emlékszem, hogy mind a ketten sírtak. Folyt a könny az arcukról. És most nem akarok, tehát nem az érzésekkel próbálok játszani, hanem arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy az Úr Jézus jelenléte megváltoztatja az életünket. És megváltoztat a legkisebb érintés is. Egy ének, ha csak kinyitod otthon a Bibliádat, és elkezdesz végre kétségbe esetten belekapaszkodni az Úr Jézusba, az a különbséget jelenti. Azt a különbséget, amire az egész világnak óriási szüksége van. Tudjátok, én lelkész gyerek vagyok, talán édesapámat is ismertétek, és nagyon nehéz volt azt megtanulnom, hogy az énekek, amiket gyerekkoromtól hallok, és a bibliai történetek, amiket gyerekkoromtól hallok, az valóban igaz. Az tényleg igaz. Meg lehet bízni a valóságában. Rá lehet állni. Hoztam nektek egy új éneket, mert szeretném ezt nektek elénekelni most. Az a címe, hogy Romokból életet. És ez is arról a bizalomról szól, hogy Isten milyen erős, hogy képes romokból életet lehelni. És én hiszem azt, hogy ha körülnézünk, sok-sok romot látunk. A kórházban is ismerjük az egészségügynek a helyzetét is. Látjuk talán a romhalmazokat, ti jobban látjátok, mint én. De tudjuk azt, ha bizalommal elkezdünk az Istennek hinni. És elkezdjük ebbe a bizalomba beletenni, amink van. Akkor ezek a romok újra épülnek. Úgyhogy ezt tudom mondani, és ez az, amit szeretnék teljes szívemből rábízni most kisegítő szolgálatra, ápolóra, orvosra és mentősre egyaránt. Amit az orvos mondott annak az idős nénének. Rozika, énekeljen. Kinyitni, amink van, ami a kezünk ügyébe akad, ezer minden kezünk ügyébe akadhat. Egy imakönyv, egy csendes percek, egy mai igefüzet, ezer minden van most. Az interneten kettőt kattint az ember, és megtalálja az Isten igényét. Ezzel élni kell, mert ez erősíti a bizalmunkat.
ez ad olyan erőt, ami legyőzi nem csak a betegséget, hanem a rendszernek, az életnek a betegségeit, amit mi emberek a gonoszságunkkal építettünk föl. Hiszem, hogy az Istenbe vetett bizalmunk legyőzi ezt a világot. Engedjék meg még, hogy elénekeljem ezt az éneket. A hegyek zúgnak, viharok dúlnak, itt vagy velem. A testem múlhat, a te irgalmad őzi lelkem. A tűzön viszel át, szívem csak téged áll, lelkem részévé válik tervem. Nézlek a keresztfán, ahogy minden hibám eltűnik kegyelmed fényében. A romokból életet, fakaszt dicsőséget, kiemel a mélységből, ezért látlak téged. Te vagy lelkem menedéket, letakarnak szárnyaid, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Bármi történjen ígéretedben, bízzon lelkem. Ha elgyengülnék, benned új reményt találsz szívem. Ha tűzön viszel át, szívem csak téged áll, lelkem részévé válik tervednek. Nézlek a keresztfán, ahogy minden hibám eltűnik kegyelmed fényében. A romokból életed, fakaszt dicsőséget, kiemel a mélységből, ezért látlak téged. Te vagy lelkem menedéke, ne takarnak szárnyaim, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. A romokból életed, fakaszt dicsőséget, kiemel a mélységből, ezért látlak téged. Te vagy lelkem menedéke, ne takarnak szárnyaim, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké, dicsérlek örökké. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjére válaszként az ének imádságos szavait folytatva csendesedjünk még el, és így fohászkodjunk. Hálát adunk, Istenünk, mennyei Atyánk, hogy hozzád jöhettünk ma. Most is itt lehetünk előtted. Megköszönjük minden adományodat, amivel a mögöttünk levő esztendőben gazdagítottál bennünket, és lehetővé tetted egyéni és közös munkálkodásunkat. Köszönjük testi lelki erőnket, a naponként megküzdött hitet, a jó reménységet. Köszönjük, hogy minden nehézség ellenére ma is a gyógyító szolgálatban munkálkodhatunk. Tekints, Atyánk, irgalmasan hiányainkra is. Hozzád fordulunk, Urunk, a hit szerzőjéhez és beteljesítőjéhez. Munkálkodj bennünk ígéreted szerint, hogy el ne lankadjunk, és le ne mondjunk a beléd vetett bizalomról, a szeretetre való igyekvésről. Szent lelked áldol jelenlétért kérünk, hogy erőforrás és világosság legyen számunkra. Könyörül anyagi szükségeinkben is rajtunk, hogy gyógyító munka a betegek ne szenvedjenek kárt forrás hiányok miatt. Könyörgünk kórházunk vezetőjért. Adj nekik bölcsességet, testi-lelki erőt, kitartást a nehéz időkben,
és könyörülj országunk vezetőin is, hogy tisztességgel, tudásuk legjavát adva, odaadóan tudják szolgálni hazánkat, így az egyre betegebb társadalmunkat is. Hozz megújulás egész népünk életében, áraz ránk megújító szent lelkedet. Könyörgünk úgy, Urunk, az orvosokért, az ápolókért, a kisegítő személyzetért, mentősökért, áld meg őket bölcsességgel, testi-lelki erővel, egészséggel, hogy esküjükhöz hűen végezhessék a feladatukat. Segítsd őket, hogy türelmesek, együttérzőek lehessenek a szenvedővel, szeretettel végezzék áldozatos munkájukat. Imádkozunk fiatal munkatársainkért, segítsd őket, hogy méltó módon kitartással folytassák kimagasló elődeik példáját. Urunk, kérünk, légy minden beteggel, azokkal, akik haláltusájukat vívják, akiknek nincsen reménye a gyógyulásra, akiket a fájdalom gyötör, akik nyugtalanok és nem tudnak megpihenni, akiket betegségük mellett családjuk terhei is nyomasztanak, akik reménységgel várják a veled való találkozást az örök létben, és azokkal is légy, akik nem ismernek téged. Jézus Krisztus Istennek báránya, irgalmaz mindannyiunknak. Köszönjük neked kegyelmedet. És hallgass meg bennünket, amikor a élettanult imádságot együtt mondjuk most. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Néhány évvel ezelőtt a kórházban egyik látogatásom során megismertem egy beteget, Veszelini Ábrahám Erzsébetet. Akkor néhányszor találkoztunk, beszélgettünk, aztán egyszer csak néhány héttel később kaptam egy levelet, egy postát, és az ő verses kötetét küldte el nekem ajándékba. Ebből a verses kötetből szeretnék felolvasni egy verset, és azt hiszem, hogy őt is ezek a versek segítették a gyógyulásban, úgy, ahogy azt a bizonyos Rozi nénit. Végtelen irgalom. Megfoghatatlan mi is az irgalom. Talán tavaszi mező illata, tiszta és ártatlan, egyedül önmaga. Vagy a végtelen tenger nyugalma, mikor a szél fodrozza, s hullámainak taraján feltűnik az ég kékje. Ó, micsoda béke, mennyi alázat, s ahogy a teremtő szívéből kívánta, meg nem szűnő hajnalát.
s a kereszt, az életfája, megváltás és feltámadás vágya. Ki vitte, nem önmagáért tette, fájdalmaiban az embert kereste. Óram, ki vagy te, hogy megszólíthatlak? Kedves gyermekként fogadsz, ki a végtelen, s a mindenség, s a törékeny szívben pihen az örök lét. Kezeddel gyógyítasz, angyalok mossák sebeinket. Mindenhol rend, szeretet, fegyelem, s mégis, ha akarod, gyöngyként szétszórod az áldást s önmagad. Mert hűség vagy, szelídség, jóság, és hiszem, hogy te is kívánnád, akár az álmukból felkelő virágok, hogy megérintse fényed, hogy lassan feleszméljünk a szépre, valónkat megszentelt egészen. S templomaink oltárán az ostya halkan roppant, s te, a reménység ura, kozmoszokat lépsz át, hogy egyetlen öleléssel örömmé formáld utánad vágyó sóhajainkat. Az Isten tisztelet zárásaképpen énekeljük el fennállva az utolsó éneket, vezess Jézusunk, és így vegyük majd Isten áldását fennállva. Isten békessége, mely minden értelmet fölülmúl, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.